Köszöntöm nézőinket! Ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Erősítenék az ökoturizmust. A kerékpározni szerető, a víziturizmust kedvelő családokat hívnák Békésbe. A helyi rászorulókon is segítenek. Az elmúlt hetekben a háború elől menekülőket támogatták. Foci torna óvodásoknak. Hét gyulai intézmény vett részt a második Lila Suli kupán. Virágzik a tavaszi hérics. A Kígyósi pusztán is találkozhatunk a sárga virágú növénnyel. Aktív ökoturisztikai központtá szeretnék alakítani a Körösök völgyét. A jövőben a kerékpározni szerető, a víziturizmust kedvelő családokat hívnák Békés megyébe, a Gyulától Szentesig tartó ívre. Ez a nap híre. Turisztikai partner találkozót rendeztek szerda délelőtt a Békéscsabai Széchenyi ligetben található Körösök völgye látogató központban. Szarvas Péter, a Körösök völgye Naturpark Egyesület elnöke az eseményen kiemelte. A szervezet 20 éves működése során bebizonyította, hogy szakemberek segítségével komoly térségfejlesztési projekteket tud végrehajtani Békéscsaba és Békés mellett Gyulán is. Az esemény célja az volt, hogy az előttünk álló fejlesztési időszakban egy, a Körösök völgyét a Gyulától Szentesig tartó területen átfogó, főleg turisztikai szempontú koncepciót hogyan tudnának cselekvési tervé formálni. A Körösök völgyét aktív, ökoturisztikai fókuszponttá szeretnék átalakítani. Aktív turizmus egyre nagyobb szerepet kap, jól láthatóan az elmúlt két évben, főleg a pandémia hatására is nagyon sokan fordultak 2-3-4 napos turisztikai csomagok, turisztikai szolgáltatások igénybevétele felé. Ezt alapul véve szeretnénk a térségben főleg a víziturizmust, illetve a kerékpáros és gyalogturizmust fejleszteni, ennek az infrastruktúráját bővíteni, erősíteni, és olyan programcsomagot kidolgozni, programcsomagokat kidolgozni, ami vonzó lesz a megyén kívüli, főleg aktív turizmus felé fordulók felé. Szarvas Péter kiemelte, a kerékpározni szerető, a víziturizmust kedvelő családokat szeretnének vonzani Békés megyébe, a Gyulától Szentesig tartó ívre. Ehhez sok fejlesztést kell a jövőben végrehajtani. A tervek között szerepel többek között kerékpárút fejlesztés, valamint stégek kialakítása. A találkozón Barát Gergely, az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ ügyvezető igazgatója, a megszerezhető uniós forrásokról tartott előadást. Mi abból indultunk ki, hogy az előző uniós fejlesztési ciklusban milyen típusú fejlesztéseket kezdeményezett a megye, illetve az önkormányzatok, és azt láttuk, hogy itt két olyan terület van, ami egyértelműen érdekes lehet az ország minden lakója számára, az egyik a kerékpározás, másik pedig a víziturizmus. És abban szeretnénk most tovább lépni, hogy hogyan lehetne ezekből olyan hálózatokat létrehozni, hogy valóban a Körösök teljes hosszában egészen Csongrádig bejárható legyen, illetve hogy kerékpárral is fantasztikus útvonalakat lehessen kialakítani. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aktívan előre a Körösök völgyében címmel tartott előadást. Bemutatta többek között azt, hogyan próbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy élhetőbb legyen Magyarország. Elhangzott, az élhetőségnek sok feltétele van. Az egyik az, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon elég sok gond van az életmóddal, a legelhízottabb országok közé tartozunk, nagyon egészségtelenül élünk, és az én feladatom az az, hogy próbáljuk segíteni az embereket, hogy egy kicsit aktívabban éljenek és többet mozogjanak. És ráadásul itt most a Körösök térségében egy stratégia készül, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk ezt a területet egy kicsit ismertebbé tenni, hogyan tudjuk az emberek, magyarországi emberek mentális térképére ráhelyezni ezt a vidéket, ahol egyébként itt van a Körösök mentén az érintetlen természet, nagyon sok helyen nagyon jókat lehetne vizitúrázni, kerékpározni, hiszen nagyon fejlett a kerékpáros infrastruktúra. Révész Máriusz kiemelte, fontos célpontnak tekintik a gyerekeket az egészségre nevelés szempontjából. Cél, hogy megszólítsák őket versenyképes alternatívákkal. Ennek érdekében az országban számtalan programot hirdettek, ilyen a Bringa Park építési program, valamint a különböző műjégpályaépítések. Rengeteg adománnyal segítette az elmúlt hetekben a háború elől menekülő embereket a Nádi Boldogasszony Caritas és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyulai csoportja. Most a helyi rászorulók következnek,
A napokban ők kapnak tartós élelmiszerből álló csomagokat. Az elmúlt hetekben az ukrajnai menekülteket segítették a Nádi Boldogasszony Karitász és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat gyulai önkéntesei. Néhány hét alatt a nagyböjti adománygyűjtés eredményeképp nem kevesebb, mint 8 mázsányi élelmiszer mellett babaruhákat, tisztasági szereket juttattak el a háború elől hazánkban menedéket lelő embereknek. Amit most itt látnak csomagokat, amit elkészült, ez a saját, pénzünkből vásárolt, és ezeket a csomagokat a helybeli rászorulóknak osztjuk, amit szoktunk karácsonykor, húsvétkor. Kicsit szelidebbek vagy szolidabbak a csomagok, nem annyira tartalmasak, de azért igyekszünk minden családot ugyanúgy felkeresni, mint régen, mert úgy érezzük, azért szükségük van ezeknek az embereknek is a segítségre. A helyi rászorulók húsvét alkalmából kapnak tartós élelmiszerből álló csomagokat a következő napokban. Ezek lisztet, cukrot, olajat, rizst, száraz tésztát és kekszet tartalmaznak. Minden héten keresnek fel bennünket azért családok élelmiszer csomagért. Hála Istennek eddig még volt, amit tudtunk adni, de jönnek ruhaneműért, ágyneműért és minden ilyesmiért. Nagyon sok ruhaneműt gyűjtöttünk össze, amit egyelőre nem kérnek a menekülteknek, de itt helyben is osztunk, minden héten nyitva vagyunk csütörtök délután, és viszünk a környező családsegítőknek, tehát a környező települések családsegítőinek. A csoport várja a felajánlásokat a Kossuth utca 16 szám alatti épületben. Az adományokat csütörtök délutánonként 15 és 17 óra között lehet leadni. 7 gyulai intézmény közel 50 óvodása vett részt a második Lilasuli kupán. Az esemény célja az ötös iskola bemutatása mellett az volt, hogy népszerűsítsék a labdarúgást. Egy kis műsorral kezdődött az immár második alkalommal életre hívott Lilasuli kupa az 5-ös számú általános iskola udvarán. Az eseményre 7 gyulai óvodából érkeztek a résztvevők. A gyerekek edzők segítségével készültek a szerdai megmérettetésre. Az intézmény Bozsik program keretein belül készülünk a gyerekekkel. Heti egy foglalkozás alkalmával megyünk ki a gyulasport edzőivel a óvodákba. Elmondhatom őszintén, a gyerekek tényleg nagyon szeretnek járni a foglalkozásokra. Mindenféle mozgásfajtát bevetünk a foglalkozásokon, tehát nem azt kell elképzelni, hogy csak labdarúgással foglalkozunk, hanem mindenféle kúszó, mászó, ügyességi feladatokkal készülünk ezekre a foci eseményekre, de természetesen azért felkészítjük őket a labdarúgás alapjaira is mindenféleképpen. Szabadosné Bécsi Katalin elmondta, 2 céllal jött létre a Lilasuli kupa. Egyrészt szeretnék bemutatni az intézmény sportiskolai profilját az óvodások felé. A másik szempont pedig a futball népszerűsítése volt. Az óvodásokat hívtuk, a város óvodásait. Szerencsére a városban azért az utánpótlás nevelés igen korán elkezdődik a futball területén is, hiszen szinte minden óvodában van óvodásoknak labdarúgó foglalkozás, amelyet a gyulasport edzői tartanak számukra. Őket szólítottuk meg, őket kerestük meg a kezdeményezéssel, és kértük a segítségeket, és így jött össze, hogy ma 7 óvoda, közel 500 kisgyermeke van jelen, akik most itt összemérik a tudásukat. Elhangzott, a mai digitális világban még fontosabb már fiatalkorban megszeretetni a sportot a gyerekekkel. A megmérettetés végén az óvodások közül mindenkit várt valamilyen jutalom és érem. Virágzik a tavaszi hérics a Kígyósi pusztán. A sárga virágú növény a jó termőadottsággal rendelkező talajt kedveli. Ritka előfordulása miatt természetvédelmi oltalom alatt áll. Idén korábban kezdődött a héricsek virágzása térségünk tájain. A volgamenti hérics februárban, míg a tavaszi hérics március közepén bontotta ki sárga szirmait. A védett növény előfordulása leginkább a száraz gyepeken, legelőkön, kaszálókon, síkságokon figyelhető meg. Ezek a virágok, amik itt körülöttünk is láthatók a Kígyósi pusztán, ezek kifejezetten jó talajadottságú területeket kedvel.
termelnek. Tehát Dél-Békésben a marosnak a lazább szerkezetű, jobb minőségű talaján, épp azon, amelyeket a mezőgazdaság is nagyon kedvel, ezen szeretnek virágozni, megtelepedni és sokasodni. Talán éppen is ez az egyik legnagyobb veszélyeztető tényező is, hogy nagyon kevés olyan élőhely maradt, ami a tavaszi héricsnek megfelelő élőhely lehetne. Itt a védett területeken természetesen van még ezekből a növényekből, itt kígyósan is megtekinthető ez, illetve hát, ahogy mondtam is, a délbékési pusztákon, Csanádi pusztán, a más védett területeinken. Az évelő növény jófagytűrő képességgel rendelkezik. Napsárga virágai a 8 cm-es átmérőt is elérhetik, 20 sziromlevele és sok porzója van. A volgamenti hérics Csorvás határában látható, ez a növény leginkább levélzetében tér el a tavaszi héricstől. A nevéből is adódik, hogy nagyon messziről, vagy távol laknak a közvetlen közeli rokonai, tehát a többi volgamenti hérics az a kelet-európai ázsiai sztyeppéken él, és ez egy nagyon-nagyon furcsa elterjedési helyszín, hogy Csorvás határában megtalálható még egy nagyon kicsi populáció. Úgyhogy az ő sorsa tulajdonképpen eddig is mondjuk megvolt, mert tanyahelyeken, az út melletti mesdjéken, vasúti töltésen, néhány helyen megtalálható ez a növény, most is, a mai napig is, de a természetvédelmi kezelésnek is köszönhető, most már az a terület is egyre nagyobb, egyre több helyre próbáljuk mi is áttelepíteni, nem egyszerű különben a telepítgetése, ahol biztosítható ennek a fajnak a Kárpát-medencei megmaradása, felmaradása is. Boldog Gusztáv elmondta, a virágos terület ebben az időszakban jó kirándulási célpont lehet. Drágulhat idén a méz, ugyanakkor a hazai szükségleteket biztosan el tudják látni. Rövid hírek következnek. Az akác lehet látni, pár napja csattant meg. A márciusi fagy nem okozott károkat. Az akácon csak néhány napja jelentek meg a rügyek, mutatta Ház Ferenc méhész. Elmondta, ez a szakmában azt jelenti, hogy a növény fagyérzékenyé vált, és néhány napon belül virágozni fog. Az akácnak is több csapadékra lett volna szüksége, de a szárazságot leginkább a repcesíny lette meg. A száraz időjárás kedvezőtlenül hatott a méhészetekre. Az őszi nektár jóval kevesebb volt, vagyis kevesebb élelemmel mentek téli pihenőre a méhek, gazdáiknak többet kellett pótolni. Igazán nagy hideg nem volt, jelentős viszont a csapadékhiány, de mindezek mellett is van egy olyan probléma, mely szintén jelentős gondot okozhat. Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban Ház Ferenc elmondta, mindez jelentősen befolyásolhatja a magyar méhészek munkáját is, de a hazai piacon ellátási problémákkal nem számol. Ugyanakkor azt nem tartja kizártnak, hogy a fogyasztóknak áremelkedéssel kell kalkulálniuk. Az elmúlt néhány évben, amikor nem volt jó a termés, az akác esetében 40-45, a vegyes méznél pedig 30%-os áremelkedés volt tapasztalható. Ha a következő hetek, hónapok is kevés csapadékot hoznak, akkor ez a tendencia biztosan folytatódik. Ezekben a hetekben elsősorban a kisgyermekes családok érkeznek Gyula legnagyobb szálláshelyére. Az állandó attrakciókon kívül változatos programokkal szeretnék fogadni őket annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. Ennek jegyében újult meg az Erkel Hotel kabalája. Boros Zoltán elmondta, a vártnál is nagyobb sikert aratott a megújult kabala a vendégek körében. Az új programokat a gyerekek mellett még a szülők is élvezték. Az igazgató kiemelte, kisebb módosításokkal hosszú távon akár országosan ismert és meghatározó, gyermekeknek szóló attrakciók várhatják a Gyulára érkező vendégeket. A gyerekek, amikor megérkeznek szüleikkel a szállodába, akkor kapnak egy névre szóló hunginoteszt. Ezt fizető eszközként tudják használni akkor, ha kellő mennyiségű pecsétet gyűjtöttek össze. A gyerekek a pecséteket összegyűjtötték, és a távozáskor beválthatták különböző ajándékokra, plüssfigurákra, társasjátékokra, tornazsákokra. Boros Zoltán elmondta, a foglalási adatok szerint húsvétkor teltházzal működik a szálloda. Nagy volt az érdeklődés a négy napos kiemelt időszakra. Ezt követően még a szezon előtt készülnek különböző nagyszabású, anyáknapi és gyermeknapi programokkal a hétvégékre. Tudományos diákköri kurzust tartottak szerdán a Gál Ferenc Egyetem egészség és szociális tudományi karán. Az eseményen többek között arról esett szó, hogy milyen lehetőségek várják a fiatalokat a gyulai intézményben, de a témaválasztás kérdéseiről és nehézségeiről is tanácskoztak. A kurzus legfontosabb célja az volt, hogy az egyetemi hallgatók mellett a középiskolás diákok figyelmét is felhívják a tudományos témák, a tudományos élet fontosságára,
egyben népszerűsítsék is azt. A Gál Ferenc Egyetem Gyulai Karán mindhárom, vagyis az egészségügyi, a szociális és a turisztikai területen is lehetőség van arra, hogy a hallgatók tudományos területen is bizonyítsanak. Beke Szilvia elmondta, terveik között szerepel egy olyan diákakadémia létrehozása, ahol szeretnék megismertetni a fiatalokat a tudományos kutatás lehetőségeivel. Meghallgatjuk mind a kettőjüknek a verzióját, hogy hogyan is látja a saját párkapcsolatát, mit mesél róla. Ezt hívják egyébként anamnézisnek, és hát talán nem meglepő, amit mondok, hogy igen-igen eltérő történetet szoktunk hallani. A napokban a Válótársas című interaktív előadást láthatták a nézők a Gyulai Várszínházban. A produkció a párkapcsolatban és a házasságban jelenlevő problémákra helyezi a fókuszt két párkapcsolati mediátor, Gönczi Dorka és Varga Zsolt segítségével. Az előadás során Pokornilia és Schmidt Zoltán improvizatív férfi és nő szerepeket mutatnak be, amit a mediátorok narrációja kísér. Gönczi Dorka 11 éve foglalkozik párkapcsolati mediációval. Az előadás ötlete úgy született meg, hogy az elmúlt évek tapasztalatait szerették volna megosztani a nagy érdeművel, nem írásos formában, hanem színpadra alkalmazva. Érdekességként azt is megemlítette, hogy ma Magyarországon átlagosan minden második házasság válással végződik. A darab női szereplőjét, a feleséget, Pokornilia alakítja, aki számára sok lehetőséget rejtett abban, hogy többféle karaktertípust tudott megmutatni különféle szituációkban. Megbeszéltük, hogy gyalog jöttök, hogy sétáljon az a gyerek, meg te is. Schmidt Zoltán a férj szerepét alakítja. Elmondta, olyan helyzeteket próbálnak bemutatni, ami bárkinek az életében megtörténhet, vagy épp arra irányítja a nézők figyelmét, hogy ezek ne történjenek meg. Varga Zsolt elmondta, a mediátor segítségét az élet számos területén igénybe lehet venni, de az ő szerepük az, hogy a két fél meghallgassa egymást, meghallja, amit a másik mond, és közös nevezőre jussanak. A Gyulai Várszínház következő programja április 12-én, Pál Lapostól Dalok Pál levelei szerint című verseszenés produkció lesz, többek között Grillus Dániel előadásában a Református templomban. 70 éves lett Csuta György. Lapszemle következik. Születésnapot ünnepel Csuta György, 70 éves Békés megye egyik legmeghatározóbb művésze, írta a Beol. Csuta György munkái ott vannak a világ számos táján, emellett a luxemburgi nagyherceg tulajdonában és Kína egyik legnagyobb múzeumában is megtalálható egy-egy festménye. Tisztítják az élővíz csatorna partját. Több szervezet közösen kezdte meg az élővíz csatorna partjának megtisztítását, írta a Békési Újság. A Cseresznye utcától a Csók hídig terjedő részen új horgászhelyeket is kialakítanak. Jelenleg szakaszosan haladnak a város központja felé. Megmutatták a pedagógusok. Tanári koncerttel zárult az idei tavaszi művészeti fesztivál, írta az Orosz Café. A térzene program keretében rendezett esemény volt az idei, két év után megrendezett tavaszi művészeti fesztivál záró koncertje. Nagyböti papi keresztjárás. A Szeged-Csanádi Egyházmegye papjai közös keresztjáráson vettek részt a domaszéki tanyavilágban. A verőfényes tavaszi nap délelőttje a papi közösség épülésére szolgált. Pénteken kevesebb, szombaton több csapadékra számíthatunk. A hétvégi hűvösebb időszak után hétfőtől újra melegebb lesz. Pénteken is sok lesz a felhő, de jelentősebb csapadék nem várható. Hajnalban 8, napközben 20 fokra készülhetünk. Szombaton megerősödik a szél, és főleg délelőtt gyakran elered az eső. A szombati hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Erősítenék az ökoturizmust. A kerékpározni szerető, a víziturizmust kedvelő családokat hívnák Békésbe. A helyi rászorulókon is segítenek. Az elmúlt hetekben a háború elől menekülőket támogatták. Foci torna óvodásoknak. Hét gyulai intézmény vett részt a második Lila Suli kupán. Virágzik a tavaszi hérics. A Kígyósi pusztán is találkozhatunk a sárga virágú növénnyel. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!